Feltöredezett patkát látni több helyen is a Nagykörös-Cegléd között épülő kerékpárúton. Ezt a nagy gépek okozzák, ugyanis rámennek és hosszú távon haladnak is a bicikliúton. Ráhajtanak és közlekednek rajta lovaskocsival, traktorral, kis és nagy teherautóval. Ezt először néhány hete tapasztalta a kivitelező. Elférnek rajta, de sajnos letérnek róla, itt a patkát megrongálják, és az aszfalt szélét is bizonyos helyeken már letörték. Ezzel kárt okoznak nekünk. Ez jelenleg még munkaterület, erre a területre nem hajthatnának be. Mi minden nap végén szalagot helyezünk ki, és egy táblát, hogy egy méter helyet hagyva, hogy a kerékpárosok igaz még nem használhatnák, de sokkal biztonságosabb itt közlekedni, mint a 441-es úton. Ezzel egy gesztus gyakorlunk feléjük, hogy már a kerékpárosok használják, de sajnos reggelre az összes táblát elszokták, a legtöbb táblát elszokták haigálni, és látjuk azt, hogy gépjárművekkel közlekednek a kerékpárúton. A bicikliút a bicikliseknek lesz építve, hangsúlyozta a kivitelező cég munkatársa. Sinkó Péter nyomatékosan kéri a lakosságot, ne használják nagy gépekkel, lovaskocsival a kerékpárutat. A kivitelező vállalatnak komoly károkat okoznak a nagy járművekkel. A cég kénytelen volt a hatósághoz fordulni. Sajnos tettenérés még nem történt, de a rendőrségen már feljelentést tettünk az ügyben, és ezt, ha további ilyeneket tapasztalunk, akkor minden egyes alkalommal újabb feljelentést fogunk tenni a rendőrségen. A kerékpárút 90%-os készültségben van, és ha az ütemtervet tudják tartani, néhány hét múlva átadhatják a körösi Gálkastélytól Cegléden a déli útig tartó 11 kilométernyi kerékpárutat. A bicikliút építésének gesztora Nagykörös, a beruházásra a kormány biztosította a forrást, több mint 1 milliárd 100 millió forintot.